estis agoniu, et du in abismitan bohu, os imam loson hos et sal, who the fair will be kevan, min svignolato tarontu, az árvak sűrű könnye hull. Jöjj és tégy csodát, vezess ó az éjjen át, rád vár e bús világ. Jön egy nap, fényes nap, mi rossz volt, majd végleg itt marad. És tudjam, hogy majd tőle soha semmi többé már el nem szakasz. Tégy engem béke követték, úgy hirdesselek örökké. Az éj új sűrű már, annyi szív fényedre vár, tégy minket most egyé. Jön egy nap, fényes nap, mi rossz volt, majd végleg itt marad. Ó, jöjj már el, hadd lassalak, és tudjam, hogy majd tőle soha semmi többé már szakasz. Legyen úgy, mint fenn a mennyben, a földön is itt lent, hogyha országoddal eljössz, majd vigyél minket, majd Isten hozta önöket a keresztút adásában. Ez itt a Speranza Reménység televízió csatornája. Köszönöm önöknek, hogy velünk tartanak a mai alkalommal is, amikor Magos Zsoltáron lelkipásztorral egy újabb kérdéskörrel fogunk foglalkozni a sikeres és boldog családi élet keretében. Vajon mi is a titka a sikeres és boldog családi életnek? Ma egy bibliai történettel fogunk indítani, Sámson élettörténetével. A beszélgetésnek a címe Sámson és Delila. Vajon Sámson életéből mit tanulhatunk a boldog családi életre nézve? Ha kíváncsiak, kérem, tartsanak velünk. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Magó Zsoltáron lelkipásztort, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és most már egy hatodik alkalommal beszélgetünk ezekről a gondolatokról, hogy mit jelent a boldog családi élet. Köszönöm a meghívást, és számomra öröm, hogy beszélgethetünk erről a témáról. Ugye az egész sorozatnak egy keretet adtunk, és ez a hármas fonat. Térjünk most vissza újból erre a gondolatra, hogy mit is jelent a hármas fonal a családi életben. Nagyon sokan akkor, amikor a házasságra készülnek, akkor mindig csak kettőben gondolkodnak, én és ő. Még jobbik esetben, amikor esetleg azt mondja, hogy ő és én.
De azonban, amit mi szeretnénk átadni, és mivel megtapasztaltuk, hogy valójában akkor lesz egy családi élet igazán boldog és áldásos, hogyha harmadik személyként Jézus Krisztus jelen van. Tehát Isten jelenléte az, amely egy házasságot, két különböző embert össze tud forrasztani, azért, hogy szeretetben és megértésben, boldogságban tudjanak együtt élni. Tehát a hármas vonat ezt a bibliai képet igyekszik újból és újból elénk tárni. Mi történik akkor, amikor olyan személyekről van szó, akik nem ismerik a jó Isten? Mondjuk úgy, hogy nem keresztény hitet gyakorló személyek, esetleg vonatkoztassunk el ebbe az irányba, vagy olyanok, akik egyszerűen nem gondolják ezt, hogy a boldog életnek a titka az Isten keresésében rejlene, de keresztényekről van szó. Ez most egy alapja a hívő keresztény életnek. Hogyha valaki nem erre építi az életét, tehát nincs egy megalapozott hite, és valójában csupán ez egy mellékterméke a kulturális örökségének. Én csak azt kívánom, hogy tapasztalja meg Istennek a létezését és a jelenlétét az ő életében, mert csak akkor fogja megérteni azt, hogy mennyivel több és mennyivel gazdagabb az élete, amikor Isten jelenlétét valaki maga mellett tudja. Azonban nagyon érdekes az, hogy ha nem is ebben a felfogásban, ahogyan mi beszélünk Isten jelenlétéről, de Isten jelenléte, mint egy természet feletti valóság, az emberek nagy részében, a legtöbb vallásban, vagy minden vallásban ott van. És ezért minden ember valahol a lelke mélyén érzi azt, hogy szüksége van sokkal többre, mint az, hogy ezt a kettősséget a házasságában megéli, a nemiségét, vagy pedig a közösségét a házastársával. A mai beszélgetésnek a címe Sámson és Delila. Miért is választottad ezt a címet erre a beszélgetésre? Mit takar ez a cím valójában az előttünk álló néhány percre? Mindenek előtt azért választottam ezt a történetet, mert arra gondoltam, hogy ismerős. Talán mindenki ismeri kisebb vagy nagyobb mértékben. A történet egy különleges embernek a tragédiáját mutatja be, aki annak ellenére, hogy Istent megismerte, Istent szolgálta, és Istennek egy nagyon pontos, határozott terve volt az ő életével, az ő személyével, ő mégis megbukott. A történetben a bukásának az oka a nő, vagy a nők. Azonban szeretném azt, hogyha a kedves televízió nézők megértenék azt, hogy nem szeretnék valakit hibáztatni, és valakire helyezni hogy ő a hibás azért, ami történik esetleg, hanem sokkal inkább észrevenni azokat a tényezőket, amelyek körülvesznek bennünket. Ez lehet egy másik nemű személy, lehet az erkölcsiség vagy az erkölcstelenség, lehetnek a szerencsejátékok, lehet kábítószer, bármi, ami egy adott helyzetben egy sikeresnek induló embernek az életét pillanatok alatt tönkre tudja tenni, és mindent elveszi. Ez húzódik meg emögött a bibliai történet mögött. Többször majd utalni fogunk Sámson élettörténetére. Kíváncsi vagyok én is, hogy mit tudunk tanulni egy drámából a boldog családi életre nézve, de gondolom, hogy lesznek bőven következtetések. Következzen egy énekszám, és az énekszám után akkor a beszélgetés. Kedves nézőink, kérem maradjanak velünk a következő énekszám ideje alatt is, és azt követően tartsanak velünk Magó Zsoltáron lelkipásztorral a mai beszélgetésben is.
Köszönöm Önöknek, hogy ma is velünk tartanak, és a továbbiakban is itt vannak, hiszen Magó Zsolt Áron lelkipásztorral arról beszélgetünk, hogy mi a sikeres és boldog családi életnek a titka. Most már 6. alkalommal próbáljuk ezt a témakört közelebbről megvizsgálni. Ahogy a bevezető részben is hallották, a mai beszélgetésnek a címe Sámson és Delila. Megpróbáljuk ezen a történeten keresztül, vagy ennek a történetnek a nagyítóján keresztül észrevenni azokat a fontos dolgokat, amelyek segíthetnek nekünk egy sikeres családi élet kialakításában. Akkor próbáljuk meg a mai alkalommal egy kicsit távolabbról megközelíteni ezt a kérdéskört, hiszen elmondtad, hogy Sámson és Delila életéből fogunk következtetéseket lemondani, de nem a történet van a középpontban, hanem azok a bizonyos dolgok, amelyeket előkészítettél. És az első kérdés akkor úgy fogalmazódik meg, hogy van-e szerepe annak, amit önmagáról gondol egy fiatal, abban, hogy tisztességes párkapcsolatot tudjon kialakítani, vagy sem, vagy hogy hogyan éljen a házasságában. Mert ugye Sámson életében ez egy kérdés volt. És akkor a kérdés most az, hogy az, amit én gondolok magamról, legyen az pozitív vagy negatív, hogyan befolyásolja az életemet és a házasságomat, és a házasságomban való helytállásomat, hűségemet. Nem csak a házasság, hanem az életnek minden területét, úgy, ahogy említettük, hogy minden különböző módon, de befolyásolja az életünket. Az önértékelésünk az, amit igyekszünk kialakítani, és nagyon nagy szerep jut ebben a szüleinknek, akik ezt formálják, hogy mennyire tudják átadni azt, hogy mi értékesek vagyunk. Értékesek vagyunk azért, mert Isten gyermekei vagyunk, Isten teremtett meg bennünket, Isten ajándékozott életet nekünk, Istennek terve van velünk. Értékesek vagyunk. Bármi történik velünk, mi értékesek vagyunk. Az értékünket nem az adja meg, hogy bizonyos területen milyen eredményeket érek el. Hiszen akkor, amikor önértékelésről beszélünk, akkor ezt leginkább abból tudjuk megérteni, hogyha a negatív befolyásoknak a következményeit végig tudom követni. Igen. Tehát, hogyha azt várom el a gyermekemtől, hogy 10-es legyen mindenből, mert ha te ezt eléred, akkor vagy igazán értékes. Akkor egy olyan úton indítom el a gyermekemet, ami az önértékelést mindig feltételekhez szabja. Ha bizonyítasz, ha valamit elérsz, akkor van értéked. Az igazi önértékelés nem erről szól. És mindannyian el kell jussunk oda, hogy ezt megértsük. Nem attól vagyok értékes, hogy nem tudom milyen munkám van, milyen egyetemet végeztem el, milyen jó vagyok egy bizonyos területen, hanem azért, mert engem a Jóisten szeret. És ez az önértékelés az, amivel rendelkeznie kell minden egyes embernek, legyen a szegény, vagy pedig gazdag, hogy ne külső tényezők határozzák meg ezt, hanem mindenek előtt ez a belső tapasztalatom, hogy Isten, Istené vagyok, és Isten jelen van az életemben. Mi van akkor, hogyha ez a fajta gondolkodás mégis negatívan fejeződik ki? Például Sámson életében hogy volt az, hogy a Jóisten engem szeret, a Jóisten engem kiválasztott, és itt lehet részletekre is ki fogsz térni. A Sámson életében ez legalábbis a felnőtt korában nem hozta meg a pozitív várt eredményt. Hogyan kezeljük akkor azt, amikor túlzásba visszük az önértékelésünket? Mert ugye a hangsúlyt inkább az előbbiekben arra próbáltad tenni, hogy fontos, hogy értéket adjunk elhivatottságunknak, önmagunknak, hogy Isten teremtményei vagyunk, nem pedig annak, amit tanulunk, vagy amit végzünk, vagy amilyen keretben éljük az életünket. Sámson életében azt kell észrevegyük, hogy nem azért nem volt sikeres, mert nem volt önértékelése. Sámsonnak volt önértékelése, és Sámson sikeres volt, mert Isten Istené volt, és Isten tervét élte és cselekedte. Amire rámutat a történet, az, hogy akkor, amikor jönnek a negatív befolyások, és
lassan-lassan elkezdik az önértékelésünket őrölni, hogy akkor mi történik velem. Tehát itten sokkal inkább ezekről a negatív befolyásokról beszélünk, ami által ezt a pozitív önértékelést elveszítjük. Mert mi történik? Bizonyos szempontból elveszítem azért, mert az Istennel való kapcsolatom gyengül, lassan a háttérbe beszorul. Tehát sokkal inkább már más köti le a figyelmemet. Ezért ebben az esetben, és remélem, hogy sikerül mindenkinek követni ezt a gondolatmenetet, amikor megjelennek a nők egyik a másik után, Sámson az eredeti isteni tervet, ami az ő életére vonatkozott, ő azt feláldozta, és egy másik életet választott, és ezen az úton ő lemondott a Jóistenről, lemondott a Jóisten akaratáról, és lemondott arról a tervről, amit a Jóisten reábízott, mert már nem volt alkalmas arra, hogy azt véghez vigye. És ezt a folyamatot kell magunk előtt lássuk, azért, hogy megértsük ennek a veszélyét és hatását ránk. Maradjunk az önértékelés gondolatánál. Hogyan lehet a gyermekeink számára egy ilyen utat mutatni, amiben helyesen éljék meg az önértékelésüket, és fejlődjenek ebben a folyamatban, illetve a szülők helyesen viszonyuljanak gyermekeikhez, ami egy helyes önértékeléshez vezet, és hogyha majd említést teszel a felnőtt korban, hogyan lehet kezelni ezt a helyzetet, hogyha valaki gyerekkorából ilyen negatív élményekkel maradt, és az önértékelésével még mindig gond van, mit tehet azért, hogy ezen javítson? Mindenek előtt szeretném felhívni a figyelmünket arra, hogy akkor, amikor gyermekünk születik, és a gyermekünk kicsi, természetes módon elfogadjuk őt olyannak, amilyen, szeretjük és értékeljük. És ez nagyon jó dolog. Azonban a későbbiek folyamán történik valami az elvárásaink miatt. És nagyon sok szülő elköveti ezt a hibát, hogy egyre gyakrabban, mivel a gyerek nem felel meg a szülők által lefektetett elvárásoknak, egyre gyakrabban jelennek meg ezek a kifejezések, hogy te jaj, de buta vagy. Te miért nem tudod ezt megcsinálni? Nem látod, a másik gyerek már meg tudja csinálni. És innentől kezdve elkezdődik egy olyan folyamat, amelyben a szülők nem is tudatosan, tudattalanul, de ezt az önértékelést kezdik el lerombolni. Milyen természetes az, amikor a gyerek kicsi? Elesik. Igen? És a szülő hogy reagál? Mosolyog, és azt mondja, nincs semmi baj. Állj fel, és menjél tovább. Később, ha megtörténik egy ugyanilyen botlás, nem tudja ugyanígy reagálni. Pedig ez volna a legfontosabb, hogy őrizzük meg ezt a képességünket, hogy mosolyogjunk a gyermekeinkre. Még akkor is, ha olyasmit kell elmondjunk, hogy azért csalódtam, hogy csak ennyit értél el, mert többre lettél volna képes. De ezt mondjuk mosolyogva. Mert ebben a mosolyban benne van az elfogadás, benne van a szeretet, és benne van az az értékelés, ami végül is nem az eredményét értékelem, hanem azt, amire ő képes, hogyha az akadályokat eltávolítja. Felnőtt korban sikerül-e ezeken a gyerekkori problémákon segíteni, vagy ha gyerekkorban nem sikerült átlépni ezt a helyzetet, akkor ez végigkíséri az ember életét? Végigkíséri, de nem kell okvetlenül végigkíséri, és nem kell ez egy lelki traumaként mindig ott legyen az életünkben. Tehát igenis, bármikor egy picit, hogyha az ember megvizsgálja az életét, és próbálja meg mérlegelni, hogy mi az, amit jól csinált, és mi az, amit rosszul. És akkor már is levonhat néhány tanulságot. Hiszen nagyon fontos, hogy ne őrizzek egy hamis önértékelést, akkor, amikor én saját magamnak okoztam a bajt.
Például, hogyha én nem tanultam fiatal koromban, hogyha én eltékozoltam az időmet, hogyha én eltékozoltam a vagyonomat azáltal, hogy ittam vagy kábítószereztem, nem lehet egy pozitív önértékelésem. Hanem igenis, rá kell döbbenjek arra, hogy ezek tőlem valamit elvettek. De amikor erre rájövök, akkor onnantól kezdve már a Jóisten segítségével tudom építeni a pozitív önértékelést, megtalálhatom azokat a pozitív tulajdonságokat, amelyek még megmaradtak, amelyeket erősíthetek, amelyeket újraépíthetek, és ezáltal ismét lehetek az Istennel való kapcsolatomban az, akinek lennem kell. Vizsgáljuk meg akkor a Sámson életét egy kicsit közelebbről, a családi élet szempontjából, milyen is volt az ő élete, és mi jelentette a problémát az ő életében. Sámson egy tökéletes környezetben, elhivatásban nő fel, hiszen a Jóisten gyermeke, abban az időben, amikor a népet, Isten népét nagyon sok elnyomás éri. És Istennek mindig szüksége van emberekre azért, hogy ezt az elnyomást leigázza, vagy onnan szabadulást hozzon. És ezzel él együtt Sámson, hogy ő Istennek a gyermeke. Ő Istennek a gyermeke. És biztos vagyok benne, hogy nagyon sok gyermek ugyanezzel a gondolattal nő fel. Isten szeret engemet, a szüleim szeretnek engemet. Igen ám, de ez így önmagában nem elég, és nem is megoldás. Mert jönnek a kísértések. A kísértésekben jelenthet egy pozitív segítséget, azonban nem elég. Sámsonnak az esetében, ahogy már elmondtuk azt, hogy a nők voltak a gyengéi. Először a 14. fejezet a Bírák könyvében beszámol arról, hogy egy pogány feleséget választ, egy pogány feleséget vesz magának. Mi a baj ezzel? Azt kell észrevennünk, hogy egy rossz választás, a rossz választás megelőzi a lázadás, hogy egyszerűen azt a feladatot, azt az elhivatást, amit ő kapott, amit a szülei neveltek, hogy ő ezt visszautasítja. És ezért a lázadás ebben a formában nyilvánul meg, hogy ő elvesz egy pogány asszonyt, egy pogány feleséget. Azonban, ahogy lenni szokott, amikor az ember hoz egy rossz döntést, az rossz következményekkel jár. Az élete nem volt boldog, nem volt sikeres. Azért, hogy ezt a sikertelenséget valahogy egy picit feloldja, ezért most prostituálthoz megy. Ez a második nő az életében, amiről a Bírák könyve 16. fejezete beszél. Ha valakinek van egy kis erkölcsi tartása, az már is érzi azt, hogy rosszabbat, rosszabb követed. És nagyon érdekes észrevenni a történetben, hogy ezek a rosszabb és rosszabb döntések hogyan gyengítik Sámsonnak az önértékelését, hogyan gyengítik az Istennel való kapcsolatát. És ott van a harmadik lépés, a harmadik asszony, ami már egy, ha maradunk a család témakörében belül, akkor itt már az együttélést válassza. Tehát mind rosszabb és rosszabb megoldást sok következnek az életében, már nem akar feleséget, már a prostituált sem megoldás számára, hát akkor csak úgy éljünk együtt, és ha nem működik, akkor cserélünk, megyünk tovább. Tehát mind lazább és lazább az erkölcsi élete Sámsonnak. És érdekes észrevenni ezt a folyamatot, mert ez lesz az a tényező, ami az ő jellemét, az Istennel való kapcsolatát alásta. Sámson a megfogalmazásod alapján egyfajta rabságban szenvedett. Itt most kimondottan a nők voltak azok, akik őt rabul ejtették. Lehet, hogy ez más ember életében, vagy más családok életében másban nyilvánul meg, alkoholizmusban, és sorolhatnánk. Végül is mi volt a gond, az alapvető gond Sámson életében, vagy akármelyikünk életében,
hogyha egy ilyen fajta rabságban szenvedünk, hol a gond, mi a nyitja a problémának, hogyan lehet ettől megszabadulni. Mielőtt beszélnénk arról, hogy hogyan lehet megszabadulni, szeretném, hogyha megértenénk azt a tényezőt, ami a rövid zállatot okozza. Hiszen, hogyha eddig arról beszélgettünk, és nem tudtam eléggé kihangsúlyozni azt, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, Isten szeret bennünket, Istennek terve van velünk. Ez nagyon könnyen eredményezhet egy olyan önértékelést, vagy egy olyan önteltséget, és nagyon könnyen összekeverjük a kettőt, amelyben elfelejtkezzünk a bűnnek a jelenlétéről. Mert valójában a bűn az a kifejezés, amit itt szeretnénk aláhúzni. Hogy ez egy másik neművel való parázna kapcsolat. Vagy pedig, te említetted az alkoholizmust, szerencsejátékot, vagy bármi, ami bűnként az Istennel való kapcsolatomat, a családommal való kapcsolatomat, az embertársaimmal való kapcsolatomat tönkre teszi, akkor ez a probléma, a bűnnek a jelenléte. És az igazság az, hogy a Biblia tanítása szerint nincsen senki, aki ne vétkezett volna. Nincsen senki, akinek az életét a bűn ne veszélyeztetné, vagy ne tette volna már valamilyen formában tönkre. És ezért nagyon fontos, hogy mindannyian vágyjunk megismerni, és részesülni a megoldásban, amit az Úr Jézus Krisztus kínál fel számunkra. Hogyan működik akkor ez a megoldás, ez a szabadulás? Mert valószínű, hogy valahol Sámson is tudta, hogy az, amit tesz, nem helyes, de már annyira úgy gondolta, hogy messzire ment, hogy számára már onnan nincs visszatérési lehetőség. Lehet, sokan vannak így, akik így gondolkoznak, hogy már annyira messzire mentem, hogy nem tudok visszatérni. És emlékszem, volt egy ilyen személy az egyik körzetben, amikor lelkipásztorként szolgáltam, és valahányszor meglátogattam, és hívtam a gyülekezetbe. Én már annyira sokat vétkeztem, olyan messzire mentem, hogy számomra már nincsen megbocsájtás, és annyiszor elmondta magának az illető személy ezt a gondolatot, hogy már erősebben élt benne ez, mint az, amit Isten mondott. Mi tévők legyenek azok, akik, vagy mi magunk, akik az életünk különböző területein a bűnnek valamilyen rabságában szenvedünk, hogyan lehet kilépni ebből? Én azért szeretném felhívni mind a két veszélyes gondolkodás módra, a magatartásra figyelmet. Ugyanolyan veszélyes, amikor valaki úgy gondolkodik, hogy ó, ez a kis bűn nem számít, csak ennyi bűnöm legyen, a jó Isten megbocsátja. A másik véglet pedig az, amikor valaki már annyira el van keseredve és maga alatt van, hogy ezt a magatartást tanúsítja. Azonban mind a kettő a sátán munkamódszeréhez tartozik. Vagy az egyikkel próbálkozik, vagy a másikkal. Vagy pedig az egyik fogja majd a másikat követni. Tehát legyünk nagyon-nagyon-nagyon óvatosak. Ha ebbe az esetbe tartozik valaki, és még érzi az, hogy az ő helyzete reménytelen, akkor forduljon a Jóistenhez. És akkor itt esetleg elmondanám azt, hogy nagyon fontos, hogy soha ne feledkezzünk el arról, hogy bűnös voltunkban az egyedüli megoldás az, hogyha imádkozok. És imában kérem a Jóistennek a segítségét. Uram, nézd meg, ez vagyok én. Nézd meg ezt a bűnt, vagy ezt a hibát, vagy ezt követtem el. Kérlek, bocsáss meg nekem. De itt nem állok meg. Mert akkor nagyon könnyen belekerülök egy olyan kerékvágásba, hogy vétkezek, Isten pedig egy ilyen automataként mindig megbocsát. Nem. Bocsáss meg, és adjál erőt, hogy azt megutáljam, és soha többet ne kövessem el. Sámson életében végül is mi volt az, ami bekövetkezett, mert tudjuk azt róla, hogy neki ez a pillanat, ez a győzelmi pillanat nagyon nehezen következett be, és sok időnek kellett eltelnie. Tudjuk azt, hogy vannak következményei is annak, amit teszünk, még akkor is, hogyha Jóisten megbocsájt. Hogy volt ez a Sámson életében? Sámson életében azt a tragédiát kell észrevennünk, hogy
bár volt lehetősége arra, hogy erről az útról visszaforduljon. Ő azonban nem tette ezt meg. Tehát ő tovább és tovább ment. És a legkönnyebb lett volna az első után, hogyha rájön arra, hogy igen, amit a szüleitől tanult, amit Isten mondott, az a biztos. De nem, ő ment tovább. És így Sámson a győzelemnek a lehetőségét, ezeknek az apró győzelmeknek a lehetőségét visszautasítva, egyre inkább a bűn rabszolgájává lett, és a bűn rabszolgája maradt. És a bűn teljesen, maradunk ennél a bibliai képnél, teljesen megkötözte. Tehát az, amiről a Biblia beszél, hogy Delila megköti, valójában nem más, mint ennek a találó kifejezése, hogy a bűn megkötöz bennünket. És csak is a Jóisten ereje az, amely által ezt le tudjuk tépni. Sámson életében azért a győzelem sem maradt el, csak nem olyan módon, ahogy azt szeretnénk és elvárnánk a mindennapi életünkben. Megmaradva mégis ennél a történetnél és ennél az esetnél, a Sámson esete azért nagyon jól bemutatja azt, hogy a Jóisten győzelemre vezet. Minél később adjuk meg magunkat a bűnnek és döntünk a Jóisten mellett, annál többet veszítünk-e földi létben, de soha sincs késő a változásra, a változtatásra, és arra, hogy az örök életet elnyeljük. Hogy volt ez a Sámson életében, mire következtethetünk a mi életünkben? Ez a pillanat az, amely valójában válasz az ezelőtti kérdésedre is, hogy a Jóisten milyen mértékben tesz meg minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy akár a tőle eltávolodott embert is visszahozza önmagához. És Sámsonnak az életében ezt látjuk. Tehát ő tényleg mindent elveszít. Ott van, hogy nem csak az életét, hanem az örök életét is elveszíti. De Isten még egyszer kinyújtja a kezét. És ezt kell mindannyiunknak elhinni, hogy a Jóisten mindig utánunk nyúl. És az életünknek a nagy kérdése, hogy ezt a kinyújtott kezet megragadom-e, és hagyom-e, hogy Isten kiragadjon onnan. A történet, Sámsonnak a története ezért csodálatos, hogy bár az utolsó pillanatban, de Sámson megragadja ezt a lehetőséget, és Isten kimenekíti őt. Elveszít mindent emberi szempontból. De ami a legfontosabb, hogy betölti az ő feladatát, és az örök életét nem veszíti el. Sokan elkövetnek olyan tévedéseket, amelyekről lehet azt gondolják, hogy elveszítették egészen a családjukat, elveszítették a gyermekeik bizalmát, elveszítettek egy munkahelyet, elveszítettek egy életképes helyzetet, vagy éppenséggel elveszítették az üdvösséget, mert annyira messzire mentek az Istennel való kapcsolatban. Ebből a történetből mit tanulhatunk, milyen következtetéseket vonhatunk le egy ilyen helyzet kérdéskörre, amit az előbb is felvezettem, amikor az ember egy ennyire elcsüggett állapotában van. Van-e remény a legreménytelenebb helyzetben is, vagy azért vannak már olyan határok, amelyeket ha átlépünk, onnan visszaút már nincs? Mindenképp vannak ilyen határok. Tehát a Biblia beszél egy határól, ami a Szentlélek elleni bűn, akkor, amikor már, ha valaki ezt átlépi, akkor onnan nem lehet visszatérni. Azonban ezt nem tudjuk meghatározni. Nincs egy olyan pillanat, amit vagy önmagamnak, akár másnak is meg tudnák határozni. Ezért nagyon fontos, hogy tanuljunk Sámson történetéből. Azokat a kezdeti tévedéseket próbáljuk meg kikerülni, próbáljuk meg helyrehozni, hogy így minél inkább legyen lehetőségünk könnyebben visszatérni. Ha mégis megtörtént a tragédia, és végigmentünk ezen a lázadásnak az útján, az erkölcstelenségnek, vagy bármilyen formájának a bűnnek, jusson eszünkbe, hogy a Jóisten bennünket ugyanúgy szeret, mint Sámsont, és a Jóisten bennünket is meg akar menteni. És hogyha ez a reménység
ott van a szívünkben, vagy pedig megszületik, vagy egy sóhajként megfogalmazódik, és Istenhez kiáltunk, akkor legyünk biztosak benne, hogy Isten rajtunk is segíteni fog. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, köszönöm a gondolatokat, segítse meg az Úr bennünket, hogy mi magunk is tanulni tudjunk Sámsonnak élettörténetéből. Szeretettel. Kedves nézőink, köszönöm Önöknek, hogy velünk tartottak a mai alkalommal is. Magó Zsoltáron lelkipásztorral, Sámson élettörténetén keresztül próbáltuk megvizsgálni azt, hogy mennyire fontos a házasságban az önértékelés, az egymás értékelése, de még a hűség is, és hogy a Jóistentől elfogadjuk a tanácsot, a vezetést. Ugyanakkor azt is, hogyha egy olyan élethelyzetbe keveredünk, vagy olyan élethelyzet alakul ki az életünkbe, amiben elsodródtunk az Istentől, ne feledjük el, hogy mindig van lehetőség visszatérni. Ne várjuk meg azt a pontot, azt a helyzetet, ami esetleg végzetes lehetne. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Kérem, ha az énekszám után tekintsék meg a rövid interjút is, amiben ezekről a gondolatokról kérdezem majd a meghívottaimat. Isten áldását kívánom, várom Önöket egy hét múlva is. A viszontlátásra! Illattal fénnyel
Kedves Zita és Jenő, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást erre a rövid interjúra. Hol éltek, hány éve éltek házasságban, miről szól a ti életetek a mindennapokban? Jelenleg a székelyudvarhelyi kerületben dolgozunk. 36 éve vagyunk házasok, a Jóisten megáldott két fiúgyerekkel, és a Jóisten próbáljuk szolgálni a tehetségünk szerint. Szerintetek miért fontos egymás értékelése a házasságban, a párkapcsolatban, mint lelkipásztori család? Gondolom nagyon sok ilyen jellegű tanácsot adtatok már másoknak is szavakban vagy életpéldában. Miért fontos egymás értékelése? Sokszor esünk olyan tévedésbe, hogy értékeljük azt, amit a párunk irányunkba tesz, és mellőzzük azt a figyelmességet, amit ő iránta kellene megtennünk. Az értékelésnek és bátorításnak egy másik vetülete az, amikor őt értékelem és elfogadom az ő megvalósításait, bátorítom terveibe, ami neki fontos, ami nekem nem, de neki fontos. Ne legyek önző élvezője a bátorításnak és értékelésnek, hanem ez a párkapcsolatban legyen egyensúlyba. Hogy mennyire értékeljük. Szerintem az a párkapcsolat nem tart hosszasan, nem lehet beszélni évtizedekről, ahol nincs értékelés. Ez nagyon lényeges és fontos, ezt azok, akik már megtapasztalták, gondolom, hogy egyetértenek velem. A mai beszélgetésünkben Magó Zsolt lelkipásztorral, Sámsonról ejtettünk néhány szót, az ő élettörténetét beszéltük át. Véleményetek szerint mi volt a legnagyobb nehézsége, gondja Sámsonnak a nőkhöz való viszonyulásában? Sámson egy romantikus ember volt, aki érzelmektől túlfüttötten tett mindent, amit tett. Ehhez neki megvolt adottsága, eszköze, és ő élt ezzel a lehetőséggel. De hogy bármikor bármit megtehetek, ez buktatóhoz is vezethet. A hatalom és a... Ez egy a jellem próbája, és ez megtalálja bennünket a gyenge pontunkat. Így Sámsonnál is megtalálta ezt a gyenge pontot, és ezért volt az ő élete a nőkhöz ilyen viszonyban. Hát igen, Sámsond valóban jó irányokat vett, de nem tudta kezelni a dolgokat, és nem tudott nemet mondani az emberi természet és hajlamainak és vágyainak, és ennek meg is itt a levét lehet úgy kifejezni. Véleményetek szerint boldogabbak azok a párok, akik várnak az intimitással a házasságig? Ha igen, miért? Röviden azt válaszolhatnám, hogy igen. Mert hogyha nem, akkor fölcserélik a rövid boldogságot, rövid ideig tartó, pár percig tartó boldogságot, vagy talán boldogságokat egy egész élet boldogságával. Mert az élet majd bizonyítani fog, hogyha az ember tiszta lappal kezdi az életet, akkor nincs mitől féljen, hogy ma vagy holnap, vagy talán a következőkben valami megzavarja a boldogságot. A szexualitás és az intim élet a házasságban az egy meghatározója az együvé tartozásnak. Nyilvánvaló, a boldogság sokkal több mindenből áll. De a teljesség érzetét adja az, ha két ember csak is egymásé. Mennyiben lehet káros egy házasságban a párok között, ha a felek nem tudják egymás indulatait, szenvedélyeit a másik iránt kezelni? A szenvedélyek a párokat egymástól eltávolítják. Egy szakadékot is képeznek, sőt, zsákutcába vezethetnek.
ezt nagyon okosan és türelemmel lehet kezelni. Még annyit hozzátennék, a mai korban vannak már szakemberek, akikhez el lehet menni, hogyha ilyen gondokkal küzdünk. Viszont ami a legfontosabb, a legnagyobb szakember és a legnagyobb szaktekintély nem más, mint maga Jézus Krisztus, a Jóisten. Ha őt megkeressük ima által, az ilyen nemű, bármilyen nemű problémáinkkal, ő segítségünkre lehet. Valójában Sámson alapvető problémája az volt, hogy elfelejtkezett a Jóistenről, ezért adódtak gondjai az élet annyi területén. Hogyan tudott visszatalálni Sámson az Istenhez? Mi volt az, ami kiváltotta belőle véleményetek szerint azt, hogy végül is a Jóistenhez visszaforduljon? Sámson keserű tapasztalatok útján tért Istenhez. A tapasztalatok azok jó tanárok, de ehhez kell hajlandóság és rugalmasság, hogy tudjunk belőlük tanulni. Ő ezt megtanulta, és végül így sikerült neki megtérni Istenhez. Még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy szerintem Sámsonnak, ha lehet szerencséről beszélni, ő azon szerencsések közé tartozik, aki ismerte már előtte a jó Istent, és tudta, hogy hol keresheti, és hozzá visszajöhet bármikor a bocsánatért és a megoldásért. Nap mint nap egy újabb lépés, ismeretlen ég alatt. Néha feldült, néha békés, élted útja így halad. Legyen felhős vagy terült nap, Jézusod melletted áll, tőle életed is fényt kap, minden felhő messze száll. Bár még sok mindent nem értesz, amíg célba érkezel, mégis szemed könnybe lábad, vagy ha megremeg a láb, ha a lét vihara támad, mégis lépni kell tovább. És ha áthatolhatatlan szörnyű Jézus szeme mindig ott van, áldó karja érted nyúl. Bár még sok mindent nem értesz, amíg célba érkezel, mégis bízva bátran léphetsz, mert az ha földi vándor utad, halál völgyén vezet át, vagy ha fáradtan eluntan, elhagy minden jó barát. Nem hagy el és nem felejt el Jézusod, hisz már rég a tenyerébe bevéste a nevét.
még sok mindent nem értesz, amíg célba érkezel, mégis bízva bátran léphetsz, mert az Úr